Na szervusztok gyerekek, itt Timi, ez pedig a GTA San Andreas végigjátszásának következő része. Ha jól számolok, ez tám már a 20. epizód. Ugye lassan, de biztosan, mint látjátok, megérkeztem San Fierro-ba. Angel Pine-ból még ideértem, öcsém, az egy kész örök valóság volt. Többször autót is váltottam igazából. Most például chopperrel robbantam be, de a lényeg, hogy végre eljött ez a pillanat és megérkeztem. 20. rész erre az epizódra igazából azt tervezem, hogy megcsináljuk majd az autós iskolát. 21. részben pedig nem hiszem, hogy megint küldetések lennének. Körülnézek majd a 21. részben San Fierro-ba, például megcsinálom ezt a... hoppá, ezt a rallis dolgot itt, elég jó pénzt lehet vele összeszedni, szerintem megéri. És akkor 22. résztől kezdve újra főküldizgetnénk. Hát lehet, hogy a 21. részre nem pont azt a versenyt szánom, na mindegy. Most akkor nézzük a lényeget, a várva várt lényeget. Már mondjam, nem tudom, hogy ennyire várjátok. Speciálén nem nagyon, de akkor essünk túl a nehezén. Autós iskola, nagyon nehezen tudtam teljesíteni ugye az első végigjátszásban. Remélhetőleg most könnyebben meg lesz. Itt is mondjuk csak egy bizonyos résznél maradtam, ugye itt ez a csaj, de ez meg... nem fogok egy miattad ilyen kövér gyerek lenni. Nem vagyunk mi fetek. Oké, nem bronz minősítés kell nekünk, mindenhol minimum az ezüst, a cél. 360. Jaj, kiléptem közben, is ezt kellett volna nyomni. Szóközökezdés, igen. Hoppá, is csesztem. Várjál. Nyomd és tartsd nyomva az A, V és S gombot a kezdéshez. Most mi van? Várjál, szó közt nem lehet le... Na újra kezdjük. Nyomd meg és tartsd nyomva a W és az S gombot a kezdéshez. Ja, közben így kéne ezt csinálni, most már kezdek rájönni. Hát így nem lesz meg arany minősítés. De, új rekord, na. Vezetési tapasztalat plusz. Oké. A 180. Hát ez már egy fokkal nehezebb lesz ugye. Biztos a kompakttal kell. De megint kiléptem. Kicsit nehéz, mert ezt a space-szel kell elindítani az enterrel. Nézzük. Hát igen, ezt PL-el is sesztem. Na, nagyszerű, csodálatos szín. Nem tudom, én ezt nem tudom megcsinálni egyszerűen. Tudom, hogy én vagyok a béne, de... nem erősségem a vezetés. Na, ez mondjuk egész szép volt. Ez mondjuk egész szép volt. Ezüst, jó, tökéletes. Laposra verés és bevégzés. What? Legyen jobbra. Másik irányba kellett volna, na mindegy. Teljesen mindegy az. Ó! Arany ez az, így kell csinálni. Eddig jók vagyunk. Ugratás és vezetés. Ez az a nehéz. Hát nem olyan nehéz még, de itt jön a neheze. Nem sikerült elsőre. Lássuk még egyszer. Elcsesztem, ugye, most nézem, ez időre megy. Akkor jobban kéne csinálni, gyerünk. Bronz, hát ez sem a legjobb még, dehogy bronz. Ezüstre minimum mondom, az összeset meg kéne. Ezüst tökéletes, oké? Nem. Tűz és kör. Na, elég jól haladunk. Igazából még a könnyű részek most vannak. Háromszor keresztem körbejárni, most menjünk balra. Kör egy az ötből, hát ötször, jól van, még jobb. Nem tudom, online valamiért profi vagyok én. Így az MTS szervereken, tehát így, hogy így forolgatni kell, meg ilyenek. Az jobban megy ott. Az ilyen 180, ahogy a játék hívja, 180 fokos fordulat. Én azt nem tudom, mikor az autós iskola megy, akkor nem megy semmi egyszerűen. Tehát majd
Ó, van itt egy olyan, amit nagyon utálok egyszerűen, azt sehogy nem tudtam megcsinálni. Ugye azzal szórakoztam nagyon sokat, már nem is tudom, hogy sikerült. Az idő lesz, hogy megcsinálom. Bronz az nem elég, úgyhogy ezt lássuk még egyszer. Most jobbra akkor. Talán jobban megy. Hát ezt egyből el is csesztem, igen. Így láthatjátok, hát nem vagyok a legprofibb sofőr, de úgy látszik ez van. Hát már is elcsesztem megint, szóval direkt így félrejöttem a végén. Igazából a Banshee az egy nagyon jó kis autó, de hát nem tudom, szerintem ezeket a feladatokat nem ezzel kéne elvégezni. A Blista lehet, hogy jobb lenne ide, vagy még szarabb jó, azt megint elcsesztem. Hát itt most már körbeérhetek, de ezt már úgysem fog meg lenni bronznál jobbra. Talán még bronzot se dobja be. Ugye egy bóját elvittem. De ez időtől függ szerintem amúgy. Hú, most ezen nagyon okos vagyok, és ezt nem sem fogadta körnek. Jó, van még egyszer próbálom, nem jó, akkor marad bronz, azt megcsinálom legközelebb, nem érdekel. Hoppá! Ezt kicsit bevettem. Akkor 3-5-ből. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Talán még van esély az ezüstre. Mondom, ezüst megvan, én már tombolok, tehát ezt speciál, ezt a feladatot nagyon utálom. És még bronzra sincs meg, hát behalok, jó, még egyszer próbálom. Nem sikerül, akkor hagyom a fenébe, hát ilyen amatőr nem lehetek egyszerűen. Mások ezt elsőre simán megcsinálják, de nem tudom, én nekem nem erősségem ez. Az autós iskola, maradjunk annyiba, soha nem voltam a legprofibb vezető GTA-kban. Én a lövöldözés szeretem be a játékba, hát erről szól, szerintem itt nem kell ilyen hülye autós iskola, minek az? Majd elvégzem élőben. Ott még hasznom is van veled át itt. Jó, nem érdekel, akkor új rekord marad bronz. Terelő bója, ez melyik volt? Várj, ezt a terelő bóját még egyszer nézzük. Majd egyébként később még megpróbálom a végén. Jó, megint elcsesztem. Így akarom, hogy mi a feladat. Ja, így azt itt lazán meg egy 180-as. Vissza. Hú, hát ezt nem szeretem. Jó, el is csesztem. De hát igazából nem csak most bénázok, ezt megnézitek. A legutóbbi végigjátszásban sem a legjobban sikerült igazából. Az autós iskola. Jó, ez még bronz se lesz meg. Nem, hát ezt nagyon béna vagyok tényleg. A vezetés, ez nekem nem az erősségem. Jó, ez már megint nem lesz meg, bronz sem, így meg főleg nem. Hát, oda se tudok érni egyszerűen. Na jó, most. Oké, oké. No, ez igen! Hogy lett meg arany, ezt én se értem. Na mindegy, meg lett a 90. Na itt már kezd nehezedni a dolog. Ó! Ó, hát bronz meg lett, de hát... Meg... hát neki mentem egy kicsit. Következő sem lesz már a legkönnyebb, hát ezután jön azt hiszem meg majd a neheze. Na. Majdnem. Hát az előzőt megcsináltam aranyról, az egyik legnehezebbet számomra. Ó, ezt elnyibáztam, pedig ez könnyen meg szokott lenni pont. Ó, nem igaz. Hát ezt nem hiszem el. Elsőre megcsináltam bronzra, azóta nem megy. Megint neki megyek, nem igaz. Itt hibázom el a feladatot. Megint? De miért megyek neki mindig? Na jó, most. Hát ezt tényleg nem hiszem most már.
Jó, mindjárt ezt is hagyom bronzon. Jó, még kétszer megpróbálom. De nem igaz, mindig neki megyek. Jó, utolsó próba. Jó, nem érdekel, ide még visszanézünk. Kerékhajtás. Ez nem olyan nehéz, de... Hát nem olyan nehéz. Igen, nem olyan nehéz mondani. Na, hát bronz, de az nem elég elsőre. Tényleg bronz az, itt tényleg nagyon számít, hogy milyen lesz, mert attól függ, hogy milyen autókat dob be neked, majd itt az autós iskola végén. Még egy kicsit nem tudnál tovább menni, léci. Így meg túlmentem. Hát ezt tényleg nem hiszem el. Nem igaz. És ennyi hiányzik. Hát nem hiszem, mindig amúgy nem tudom észrevettétek-e. Elsőre megcsinálom bronzra, onnantól megy a szarakodás. Jó, még háromszor megpróbálom. Ezüst, tökéletes. Jó. Nem, megyünk még egyszer, elég volt. Forgás és tűz. Jó, hát ez igazából papíron nem olyan nehéz, de... Nem tudom, ez sem a kedvenceim... Ó, elcsesztem egyből. Ez sem a kedvenceim közt van. Itt kell a forgás. Hát, ez nem megy. Ezüst, ez az jó. Meg is van. Pit manőver. Ugye ez nem az még, amit nem tudtam. Nem, ez még megoldható. Valamennyire. De ez se a legkönnyebb. Bronz az nekem nem elég. Nem sikátor rész. Na majd nem forgás és tűz. Nem forgás és tűz. Pit manőver. PIT akkor. Majd nem tudom, hogy kéne ezt kimondani. Jó, amíg nem lesz meg ezüstre, most addig próbálom. Tehát. Fogadj, de mindig kicsúszik. Jó, megpróbálom a túloldalról. Na, hát ez tényleg nagyon idegesítő. Elsőre mindegyiket megcsináltam eddig, de bronzra. És megint kicsúszik, az a hiba. Nem tudom, hogy kéne megfogni, hogy ne csúszson ki. Nézzük meg még egyszer az átvezető videóját, légy szíves. Igen. Te eljövünk, egy kicsit neki megyünk, és nem szabad, hogy kicsúszson. De ő alapból gyorsabban megy, mint a bemutató videóban, tehát... Oké, arany. Na ez az. Ez most szép volt. Nem, megyünk még egyszer. Most jön az, amivel fél évig szarakodtam körülbelül. Ez. Hát ilyet nem tudom melyik autós iskolában csinálnak, őszintén megmondva. Na hát ez első nem volt olyan rossz, kérem szépen. Nézzük másodikra. Ó, hát ez most egy kicsit karcsú volt. Lássuk még egyszer. Megint igazából túlzottan a szélére megyek, az a baj. Nem, kicsit beljebb kell menni. Csak ennyi most amúgy a hiba. Így. Hát majdnem, hát ez gyakorlatilag lehetetlen vállalkozás. Tehát... Jó! Ó, nem hiszem, hogy fölburul. Meg ez jó, talán még valamivel könnyebb itt az az oldal. Nem á, megint felborul. Nagy nehezen, már másodjára nem biztos, hogy jól megcsináltam. Azt nem mondom, hogy jól. De ne borulj föl! Hát nem igaz! Ugye nem mindig föl kell borulnia. Jó, ez meg túl rossz volt alapból. Nem, majd kicsit gyűjtöm a pénzt közbe. Jó, jó. Nem hiszem el. Végre legalább új rekord odaig eljutunk, de egy ezüstöt nem dobnám be. Ó! Azt hittem ezt megadja. Megpróbáljuk ezen az oldalon. Hát itt meg túlzottan megzúztam. Igazából ezzel szarakodtam körülbelül fél évig. Mire egyetlen egyszer sikerült.
Hát az még fél év biztosan lesz, tehát... Nem sikerült ezúttal sem. És akkor még arról nem beszélve, amiket elsőre nem sikerült megcsinálni, azokat még egyszer meg kell próbálni, ugye minimum ezüstre. Hát ez is lesz egy jó hosszúságú videó, az biztos. Mit csinálok? Őszintén már a rámenést elcseszem. Hát ez nem igaz. Jó. Ez miért nem volt jó? Hát nem hiszem el. Oké. De utálom a San Andreas-t. Nem utálom a játékot, de ezt igen. Tehát nem lehet megcsinálni. Ebben nagyon káromkodni fogok, úgy érzem, nem sokára. Oké. Újra be kell tölteni, érzem. Ez volt a hiba. Veletési tapasztalat közben nőtt. De mit ír itt? Csinálj egy fordulatot a levegőben, majd érkezd le tökéletesen a levegőben, vagy akkor engedd el a gázgombot és használd X. Aha, lehet, hogy az a hiba amúgy én, hogy itt folyamatosan nyomtam a gázt. Már de így még szarabb. Várjál, így próbáljuk meg még egyszer másik oldalon. Nem jó, mert mindig megtörik valamiért a levegőben. Közben folyamatosan gyűjtöm az aprót, de hát ezzel sokra nem megyek. Oppa! Az megvolt! Igen! Ezüst! Köszönöm! Hoho! Jó van, folytatás szóköz, városi császkálás. Jó, ezt még nem kezdjük el. Tehát ami nem sikerült bronznál jobbra, az gyorsan megcsináljuk valahogy ezüstre. És aztán jött a városi császkálás. Hát mikor először vittem... Így az előző végigjátszás volt, akkor szerintem több időbe telt. Majdnem. Gyerünk, léci ezt is egy bronzra. Vagy egy ezüstre, bocs, ezüstre. Nem tudom, nekem ez nem megy. Ezüst bedobta, jó, ez az, köszönöm szépen Istenem. És akkor már csak egy van, ha minden igaz. Amit meg kell csinálni. Legalább ezüstre. Gyerünk. Nem tudom, ez még azt hiszem aranyra is megvolt annak idején. Mármint így nem biztos, hogy a pont a videóban, de ez annak idején nem szokott olyan nagy gondot jelenteni. Megvan ezüst, ez az! Ez is megvan, gyerekek, tehát minden megvan minimum ezüstre, már mondjuk most mélyre megpróbálni mindent aranyra, de nem szarakodok én ezzel. És akkor városi császkálás, papíron a legkönnyebb, de amúgy mégsem. Ugyanis bizonyos időn belül kell megérkezni, rohadtul csúszik az autó, nem szabad egyáltalán megtörni, úgyhogy azon kívül, hogy ezerre elmegy, az egyik legszarabb autó. És bugos a dudája, mert ilyen teherautó hangja van. Ó, eltűnt a izé, a metrós izé. Na, mit akarok mondani? Tehát ez a metró út. Ez az most visszajött. Ha azon megyek, talán nem zúzom meg. Talán. Hoppá, majdnem nekimentem a nagy piros villamosnak. Mi van? Ó, anyám, majdnem mondtam miét. Most komolyan, azért meg kicsúsztam. Most szexi sárgában. Tényleg jól néz ki ez sárgában, bár pirosban jobban tetszett. De így sem rossz. Jó, most más útvonalon megyek. Követem a villamos útját. Nem szabad kicsúszásnál megállni, ezt is megtudtam. Nem már, de miért csúszik ennyire?
Alapvetően nagyon jó kis autó, amúgy tényleg ez a Super GT, csak ne csúszna ennyire. Szerintem talán a legjobb autó lehetne, még gyorsabb is, mint az Infernus. Hát azt mondjuk nem kockáztatom meg, hogy gyorsabb, de... Hát anyám sem fogja itt megkockáztatni, hogy izé... Ugrassak egyet. És elcseszem a jó édes anyukádat, kedves Rockstar. Na jó, gyorsan. Tényleg ez papíron a legkönnyebb. Hiszem városi császkálás, de amúgy az egyik legnehezebb. Na mindegy, de el sem hiszem, hogyha ez megvan kész az autós iskola. Elképesztő. Amazing. Csak legyen most már meg. Jó, biztos nem fogok itt lefordulni, nem érdekel, most azért se. Jó, próbálok valahogy befékezni, gyerünk, gyerünk. Oké, na eddig elég jól állunk. Nem is ezen az útvonalon jöttem eddig. Ó, ha most jön nekem valamelyikén, azt nagyon, majd akkor elmondom, mit csinálok vele. Nem fogok káromkodni. Hát nagyon parázok, hogy én itt neki fogok valamilyen menni. Vagy megint most csúszok ki, aztán annyi volt a feladat, hát olyankor abból rage lesz. Na, oké, eddig egész jó. Ne, ugye nem mentem neki, elvileg nem. Jó. Gyerünk, itt már csak egy hosszú egyenes van, minden igaz. Hú, az az Infernus nekem jött volna az előbb, akkor ott nagyon csúnya világ lett volna. Vagy ha most akar valamelyik elén fordulni. És el sem hiszem, aranyra sikerült, ez az. Megvan a jogosítványom. Ja, hogy most... Jött be az előbb a kép. Jó. Üldetés teljesítve, vezetési képesség plusz. Kész. Ez az. Itt sem voltunk. Elvégeztük az autós iskolát. Van jogsink. Papíron. Van egy Super GT-nk és egy ilyen kocsink. Ez volt az egyik kedvenc autóm. Bullet. Igen, de ez innen nem messze megtalálható, úgyhogy nem egy nagy szám kocsi, de csak ezért is megcsináltam ezüstre. Aranyért nem tudom milyen autót dob be, gondolom Infernuszt. Na mindegy, most mentünk egyet. És akkor a következő részben találkozunk, az autós iskola elvégezve tehát. Remélem tetszett a videó, ha igen, akkor kérlek nyomjál tetsziket és iratkozz fel a csatornámra. Én mi voltam, legyetek jók, sziasztok!